Műszaki, bölcsész, jogi, gazdasági és szociális pályát is választanak a Jókai gimnáziumban végzettek, tehát elég vegyes a kép. Minden évben pályaválasztási nappal segítik a diákokat a döntésben, hiszen a középiskolásoknak mindig nagy dilemma, hogy mivel is foglalkozzanak a nagybetűs életben. Úgy gondoltuk, hogy a gyerekeknek már kezdettől fogva foglalkozni kell azzal, hogy milyen pályára szeretnének menni, milyen pályát szeretnének választani, mert gyakran volt olyan, hogy 12-ben még fogalma sem volt az illetőnek, hogy hova tovább, és mindenképpen jó, hogyha már akár 7-től, 9-től ilyen kérdésekkel foglalkoznak. Idén is bevonták a munkaügyi központ munkatársait, és bemutatták azt is, hogy milyen egy multinacionális cégnél dolgozni. A különböző szakmákról kisfilmet is megnézhettek a diákok, az iskola volt tanára, Tasnádi László pedig érdeklődésvizsgálatot végzett. Nekem az első az ilyen jogi körület, ügyvéd, bíró, jogász. És ezek is a tervei? Igen, már kiskorom óta ezen gondolkoztam, még gondolkoztam az újságírónőnek, de hát mégis maradt a jog. És miért vonzó számodra ez a pálya? Hát én szeretek ugye beszélni is alapjától, meg kiállni az igazamért, és szeretek embereknek igazságot adni. A tanulók szerint a program legizgalmasabb része, amikor volt Jóka is diákokkal beszélgethettek. Nagy Dorina másodéves a Corvinus Egyetem igazgatás szervező szakán. Milyen elhelyezkedési lehetőségek vannak? Hát ez attól függ, az ember miután végez, eldöntheti, hogy köztisztviselő szeretne lenni, vagy kormánytisztviselő. Ha kormánytisztviselő, akkor minisztériumokban dolgozhat, ha pedig köztisztviselő, akkor pedig akármelyik önkormányzatnál elhelyezkedhet, akár jegyzőként, akár bármelyik ágon, gyámügyes, apekos, akármi. Dorina jó tanácssal is szolgált azoknak a felvételizőknek, akik ezt a szakot szeretnék választani a Corvinuson. Most fognak minket összevonni a rendőrtiszti főiskolával és az Zrínyi Nemzetvédelmi Egyetemmel, így 2012. január 1-től létrejön a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, amiről még sajnos nagyon-nagyon kevés információnk van, úgyhogy nem tudok túl sok mindent mondani. Annyit tudok, hogy annyit ajánlok a felvételizőknek, hogy aki erre a szakra szeretne jönni, az NKE néven keresse majd a felvételi könyvben. A diákok forgószínpadszerűen akár több beszélgetésen is részt vehettek. A 8. osztályosoknak pedig gyakorlati példával szolgáltak ezen a napon. Üzemlátogatáson vehettek részt a lengyárban.